a sok nemzetiségű Erdélyben évszázadok óta együtt élnek székelyek, románok és szászok. Az egykori királyföldet benépesítő szászok napjainkban egymás után csomagolnak és házat, hazát hátrahagyva indulnak Németországba egy jobb élet reményében. Mi lesz velük, és miért tűnik el egy nép ősi hazájából a 20. század végén? Segesvár Erdély egyik legősibb városa. Egyike az őseink által alapított régi szászvárosoknak, amelyek közül az öt legnagyobb, Nagyszeben, Brassó, Veszterce, Szászsebes és Segesvár. Őseink a 12. században jöttek Erdélybe. Második Géza magyar király hívta be őket, hogy védjék és műveljék ezt a földet. A krónikákban is így található. A korona védelmére. A szászok Németország különböző részéből érkeztek, a legtöbben azonban a Rajna és a Mosel vidékéről. Azért jöttek ide, mert földet és szabadságjogokat kaptak. Városokat és falvakat építettek, és ez a föld lett az otthonuk. Az évszázadok során sikerült ezt a vidéket gazdaggá tenni, virágzó földé változtatni. Az őseinknek nem volt könnyű életük, sőt, gyakran nagyon nehéz volt nekik. Tudták, hogy bizonyítaniuk kell, hogy túl kell élniük a nehézségeket, hogy védekezni tudjanak a külső ellenséggel szemben, várakat, erőd jellegű templomokat építettek. Az erőd templomok Erdélyben egy kis szász nép történetének tanúi. Itt Segesváron azonban nem egy erőd templom, hanem a Gunzenhegyen egy várfallal védett város épült fel. Ez a városrész ma is megőrizte középkori jellegét. Segesvár soha nem volt nagyváros, de lakosainak többségét az erdélyi szászok alkották. A háború előtti időkben a város 12 ezer lakósából 6-7 ezer volt a szász. A háború után a lakosság összetétele a szászok hátrányára változott. Mi kevesebben lettünk, és mind több vándorló érkezett a más nemzetiségekből. Napjainkban mintegy 40 ezer lakosa van a városnak, és ebből mindössze 740 az erdélyi szász. 15 évvel ezelőtt, amikor én lelkésznek kerültem ide, még 4200-an voltak a szászok. A lakosságnak 10-12%-a. Az elmúlt évek során a rossz körülmények miatt nagyon sokan vándoroltak ki Németországba. El kellett adni értékeinket, földjeinket, és minket áruba bocsátottak. Az 1989-es decemberi forradalom után már tömeges kivándorlás kezdődött el. Elindult a szász nép, és a legtöbben Németországba mentek. Drón kein Deutschland jósz gewundert.
Akkoriban még mindig 2400 szász volt a városunkban, de mára csak 740 ember maradt. Elsősorban a fiatalok és a gyermekes családok vándoroltak ki, és itt maradtak az öregek és azok, akik segítségre szorulnak. Ebből a szempontból nem csak Segesvárnak, hanem az összes erdélyi szásznak nagyon szomorú a helyzete. Vessünk egy pillantást mozgalmas történetükre. Azt látjuk, hogy a háború előtti időben 300-350 ezeren éltünk Erdélyben. A háború alatt a fiatal férfiakat behívták a német hadseregbe, a Wehrmachtba, és a fronton harcoltak. A háború befejeződése után pedig a szászok szétszóródtak a világ négy tája felé. Az összeomlás után a 18 és 45 év közötti munkaképes lakosokat Oroszországba vitték munkatáborba. Mintegy 60-70 ezer embert deportáltak így Oroszországba, és onnan csak nagyon kevesen tértek vissza. Sokan meghaltak, mások egyenesen Németországba kerültek. De egy kis részük mégis visszatért ide, Erdélybe. Az 50-es, 60-as években egy kicsit jobb lett az élet. A gazdaságban valamelyest fellendülés volt. De sajnos ez nem tartott sokáig. Megint kezdtek kivándorolni az emberek. Évről évre egyre többen mentek el. Ma az erdélyi evangélikus egyházhoz 25-30 ezer szász tartozik, és a számuk most is egyre csökken. Sok erdélyi szász faluban, főleg a nagyvárosoktól távolabb eső helyeken, üresek a templomok, a házak, a temetők. És nem tudjuk, hogy mi lesz velünk. Egy nagy kérdés előtt állunk, de senki nem tudja a választ rá. Hét városból ma egy is alig telne meg szászokkal. Itt maradni egyedül, távol a családtól nem könnyű. De vajon könnyebb-e az elmenőknek? Öten voltunk testvérek. A testvéreim már mind Németországban vannak. De én nem akarok elmenni. Ez az én hazám. Egyelőre itt szeretnék maradni. Eddig is megéltünk Romániában, és még most is megvagyunk. A férjemmel együtt építettük fel ezt a házat, és sokat dolgoztunk, amíg elkészült. Most úgy gondolom, hogy én nem mennék el. Két gyerekem már Németországban van, egy lányom még itt él. Lehet, hogy idővel el kell határozzam magam, bármilyen nehezemre is esik a házamnak búcsút mondani. Majd meglátjuk, mi lesz, mit hoz a jövő. Oroszországban is voltam 4 évet, ott is nagyon nehéz volt. Most itt megindult az élet. Van ugye a javulás, de nem tudjuk, hogy mi vár ránk.
Most 11 000 lenyugdíjam van. Minden nagyon drága itt, nehéz beosztani. Ha mindent kifizetek, a villanyt, a tűzifát, nem sok marad élelemre. De azért még nem hagyom el a hazámat. Amíg Isten segít, itt maradok. Szerettem ezt a falut, jó volt itt élni az emberekkel együtt, de mára tragikus lett a helyzet. Szomorú vagyok, mert mind elmentek a szászok innen a faluból. Szászkézről is nagyon sokan elmentek. Ezt a házat, ahol most vagyunk, egy unokatestvérem hagyta itt. Rendszeresen átjárok ide. Vigyázok a házra. Naponta egyszer kiszellőztetek. Az üres ház nagyon szomorúan néz ki. Ez a sors. Mindenki elmegy. Mindenki elhagyja a falut. Ebben a házban 3 család lakott. Annak idején boldogan éltek. A nagyapa 88 éves volt. A gyermekei 50 felé jártak. És a fiatalok 30 év körüliek. Szépen éltek együtt, és volt egy lányuk, Heide Mari. 11 éves volt. Azután szomorú idők jöttek. Az édesanyja a szívével beteg volt, és 35 éves korában halt meg. Azt remélték, hogy kimennek Németországba, és ott megműtik. De ez nem sikerült. Mária meghalt. Heide Marinak ekkor már nem volt társa az iskolában, és úgy döntöttek, hogy elmennek. Nagyon rendes emberek voltak, sokat dolgoztak. A nagyapa egy boldog ember volt itt. Mindig lekaszálta a füvet az udvarban, és sokat dolgozott. Ebben a házban a fiatalok laktak. Az öregek a szülők szemben a másikban, és a nagyapának hátul volt egy szobája. Mindenkinek volt saját szobája. Most tavasszal elmentek, és itt hagytak mindent. Itt hagyták a házat. Nem tudták gyorsan eladni, mert itt minden nagyon drága, és nincs, aki megvegye. Itt hagytak mindent. Itt maradt a bútor, a csűrben a fa, a pincében a bor, a kerten a szőlő, és mind elmentek. Kár, hogy elmentek. Egyetlen lány vagyok már csak itthon. Nekem itt nincs jövőm. Ezért elhatároztam, hogy én is elmegyek Németországba. A szüleimmel lakom együtt. Csak azt várom, hogy 18 éves legyek, és akkor én is elmegyek Németországba. Na igen, már csak ez az egy lányom maradt itthon, a 3 gyerek közül. Az egyik Németországban, a másik Ausztriában van. A kicsi még itt van, de már nem nagyon van ifjúság. Ezt a házat a feleségemmel 3 évig építettük fel. Mit csináljunk? Most itt hagyjunk mindent? Úgy, ahogy van? Sokat dolgoztunk, soha nem volt szabad időnk. Minden keresetünket a házra raktuk félre. Nagyon nehezünkre esne most mindent itt hagyni és elmenni. Nem tudjuk, ha visszajönnénk, mit találnánk itt. Kirabolnák a házat, vagy összedőlne, vagy csak romokat találnánk. Ezért úgy határoztunk, nem megyünk el. Amíg lehet, itt maradunk. Amíg még csak szászok vannak itt, 1-2 esetleg 3 évig. Most földjogot kaptunk. A földön lehet dolgozni. Ehhez mindenünk megvan, ami kell.
Csak az a baj, hogy ez nem egy biztos hely. A törvények egyik napról a másikra változhatnak. Itt a románokkal és a többiekkel nincs jövőnk. Nem tudjuk, hogy mi történik velünk egyik napról a másikra. De amíg van helyünk, addig itt maradunk. Flore Anna Máriának hívnak, ebben a házban lakom, amelyet barátaimtól vásároltam, amikor elmentek Németországba. Jó barátok voltunk, jól egyeztünk. Így most mi ebben a házban lakunk, jól érezzük magunkat. Mit is mondjak? Békességben éltünk a szászokkal, barátok voltunk. Amikor hozzájuk jöttünk, mindig kedvesen fogadtak, jó emberek voltak. Sajnálom nagyon őket. Olyan jól kijöttünk velük, mint közeli rokonainkkal. Itt áll a templomunk, most már üresen. A 14.-15. században építették. Ez az egyik legszebb templom Erdélyben. Mit is mondhatnék még? A templom marad, és szemben a vár is. Őrizzük emlékezetünkben. Tanulja a múltunknak, az egykor erős szász közösségnek. Segesden születtem. Négyen vagyunk testvérek. Apámat Oroszországba vitték, és ott meghalt. Édesanyám sokat bajlódott velünk, amíg felnőttünk. Aztán férjhez mentem. Két fiam van. Az egyik Németországban, a másik itt. Nem tudjuk, mit csináljunk, menjünk-e vagy nem, de ha mindenki elmegy, nekünk is menni kell. Ez az én szülőfalum. Ezért minden évben nagyon szívesen jövök ide-vissza. De egyben búsulok is, hogy egyre kevesebben vannak. Mindig kevesebb ember van már itt. Mi 77-ben mentünk el, mert úgy gondoltuk, hogy itt nincs jövőnk. Három fiam van. Németországban, Krajburgban lakunk. Elég jól megy nekünk és a fiaimnak is, de mégiscsak vissza-vissza húz a szívünk ide, hogy lássuk, mi történik itt. De mind szomorúbban látjuk, hogy mi van itt. Nekünk sikerült Németországban újrakezdeni, és újból felépíteni mindent. De sokszor találkozunk idős emberekkel, akiknek szintén jól megy, de a honvágy visszahúzza őket. És bizony vannak köztük, akik még most is visszajönnének. Mindennapi életünk során, a munkánkban példát mutattak pontosságban, következetességben, lelkiismeretességben, és valahogy úgy érzem, hogy ezen a téren hiányozni fognak, hiányzik egy irányító szellem a társadalom számára, amit mi megszoktunk. És egy ilyen mondás forgott közszájon. Ha valamit be nem tudsz dönteni, hogy mit tegyél, figyeld meg, hogy csinálják a szászok, és úgy csináld, mert az biztos jó lesz. Én személyesen nagyon sajnálom, hogy a szászok elhagyják ezt a falut. Nagyon szerettem őket. Velük együtt dolgoztam. És miért ne mondanám a nevét egy nagyon kedves kolléganőmnek? Elfriede Gunnes. Vele együtt tanultam. Együtt jártunk iskolába. 18 éven át együtt dolgoztam vele. Két éve már, hogy elment. Nagyon erősen hiányzik. Akár csak a többi száz. Elfriede is jó lélek volt. Jó házi asszony volt, sokat tanultam tőle.
Nagyon sajnálom, hogy az októberi, bocsánat, a decemberi fordulat után majdnem mind elmentek, és a faluban egyetlen 100 maradt. Most talán jobban érezzük a hiányukat, mint bármikor. Most lett volna jó, ha mellettünk állnak és segítenek a falunk felemelésében, amely leírhatatlanul nyomorúságba van temetve. Az én szüleim itt dolgoztak. Volt földünk, de 44-45-ben elvették. A szüleimet elvitték Oroszországba. Aztán az emberek visszajöttek ide, és újból elkezdtek dolgozni. Megalakították a TSZ-t, és itt dolgoztak együtt. Na, tartsat! De aztán az emberektől mindent elvettek. A földet, a juhokat, a teheneket. Mindent felraktak szekerekre, mindent, amivel csak dolgozni lehetett, és elvitték. Innen tőlünk is elvittek 4 lovat, 4 tehenet, 2 disznót, 5 juhot, 4 élelemmel teli szekeret, cséplőgépet, szénagerebjét vittek ki a kapun. És az embereknek meg a kollektívben, a TSZ-ben kellett dolgozni, hogy megkeressék a mindennapi kenyerüket. Ezért aztán sokan elmentek. Most a forradalom után azt mondták, hogy visszaadják a földeket, de a szászoknak azt mondták, hogy az ő földjüket régen kisajátították, ezért nem kapnak vissza földet, csak úgy 50 árig. Hát most dolgozzunk bérbe a saját földünkön. Nincsen most már több 100. 89-ben még 370 ember volt a faluban, de miután a határokat megnyitották, 90-ben még voltak 120-an, de most már csak 16-an vagyunk itt, 3 család, akik szászok. De mi is már csak papírokra várunk, hogy elmehessünk. Iskolánk nincsen több. Gyerek nincs már. Hiába is maradnánk. Mit csináljunk itt? Van egy pap, aki összeszedi az embereket 2 faluból 2 hónapban, hogyha sikerül. Tehát nem sok értelme van, hogy valamit is csináljunk. Nincs pap, nincs ember sem már. A szomszéd faluban van még 3 vagy 4 ember, de minden munkát itt kell hagyni, és ott újból kell kezdjük az egészet. Mi nem akarunk itt semmit, csak a mindennapi kenyerünket keressük meg. De ha mostanáig nem sikerült, akkor ezután sem tudunk csinálni semmit. Nürnberg. Évek óta naponta érkeznek a szászok a városba. Pénzt, iratokat és segítséget kapnak. Sokan tovább mennek, lakást, munkát keresnek, mások örökre itt maradnak, életre ítélve. Mikor jöttek el és honnan Erdélyből? Segesvár mellett 24 kilométer. Melyik faluból? Cikmántori. Annak mi a magyar neve? Hát Cikmántor útiák. És azon alul van Nagykent, Kiskent, a magyar felé. Erre volt számolva, hogy jövünk, már itt van a fiú is aztán. És nem húz haza a szíve? Jába húz, már nincs mit csinálni ott. Már csak a cigának vannak. Én nyugdíjban vagyok. 67 éves vagyok. És otthon? Otthon volt tehennek, és ott a foglalkozó. És ez nem hiányzik? Hát hiányzik, de nincs mit csinálni vele. Miért kellett eljönni? Hát aztán, ha eljöttek a másikok, se eljöttük mi is. A második világháború előtt még mintegy 800 ezer német élt Romániában. Ma már nagyon-nagyon kevesen vannak. Lehet, hogy 100 ezernél is kevesebb német maradt. Miért van ez így? Sok-sok oka van annak, hogy a németek elhagyják Romániát. Az okok egy része a háborúra, a második világháborúra vezethető vissza, de kétségtelen, hogy a fő ok végül is az, hogy a németek sem Erdélyben, sem Bánátban a kommunizmus óta immár nem látják jövőjüket. Später
Különösen a Ceausescu rezsim alatt lehetetlenült el az erdélyi szászok élete Erdélyben. Akkor, ezt így ki kell mondanunk, kihúzták a lábunk alól a talajt, az anyaföldet. Ebben az országban Ceausescu, de nem csak Ceausescu, hanem a románok kérlelhetetlen nacionalizmusa olyan mértékben gúzsba kötött minket, hogy csak az a választás maradt, hogy vagy Németországba költözünk, vagy hagyjuk magunkat romanizálni. Ceausescu halott. 1989-ben a forradalom alatt kivégezték. Ám a román nacionalizmus még él. Tovább él. Ez bizonyára azért is van így, mert Romániában, akárcsak Európa keleti részének más államaiban is, felvirágzott, virágkorát éri a nacionalizmus. Ennek szerintem kizárólag az az oka, hogy a keleti blokk utódállamai nem tudnak megbirkózni gazdasági nehézségeikkel, és itt, bizonyos körülmények között, a kormányok is támogatnak nemzeti irányzatokat, hogy eltereljék a figyelmet a gazdasági nyomorúságról. A romániai nacionalizmus természetesen nem elsősorban a németek ellen irányul, hanem véleményem szerint teljesen nyilvánvalóan a magyar kisebbség ellen. A mintegy 2 millió magyar ellen, akik még Romániában élnek. Ám ez a magyarok ellen irányuló nacionalizmus nem képes megtorpanni a még itt élő németek előtt. Sokan, nagyon sok száz azt mondta, azt hiszem ebben a filmben is, hogy azért jöttek el Erdélyből, mert a többiek már kitelepültek. Én úgy vélem, ez így nem egészen igaz. Az emberek nem azért mentek el, mert mások elmentek, hanem a dolog egy kicsit másképp áll. Hukak szerint az erdélyi szászok enyészete azzal függ össze, hogy az emberek elmennek. Éppen fordítva van. Éppen az erdélyi szászok enyészete az ok, amiért az emberek elmennek. Egy hasonlattal ezt úgy világítanám meg, nem azért süllyed el a hajó, mert elhagyják az emberek, hanem az emberek azért hagyják el a hajót, mert süllyed. És ezek az emberek itt Németországban menedékre leltek. Az erdélyi kultúra fennmarad az emberiség számára. A 850 év nagy építészeti, irodalmi, zenei vívmányai maradandók. De mi, mint ide olvadunk be Németországba, és ez a mi túlélési lehetőségünk, mert hiszen, mint erdélyi szászok végeredményben németek is vagyunk. Ez a mi mencsvárunk, és azt hiszem, ez a fő oka annak, hogy ide, Németországba jöttünk, miután Erdélyben gyakorlatilag hontalanná tettek bennünket. Gondoljunk csak vissza Ceausescura, aki mint rabszolgákkal úgy kereskedett velünk, adott el minket Németországnak. És amint átszakadt a gát, 1989-ben, az év végén egy nagy emberáradat jött, csak 1990-ben több mint 100 000 erdélyi szász és bánát is vált érkezett Németországba. Egyedül itt Németországban van meg az a lehetőségünk, hogy szabad emberekként, szabad németekként éljünk, szabad németek között, és ezt a lehetőséget ki is használtuk, hálásak is vagyunk érte. Dafür sind wir dankbar.